Sziasztok, Dave vagyok. Ebben a videóban szeretnék bemutatni a mozgó répcső dizájnt. Be is megyünk ide. Szépen lefettem, hogy hogy szép legyen, viszont én majd ki fogom nektek bontani itt. Hogy lássátok magát a rendszert is. Jó, rendben. Eznek a lényege, pontosabban a lelke azok a pisztonok. Mivel hogy azok tologatnak minket, és igazából nem is mozgó lépcső ez, hanem egy jó időzítéssel ellátott piszton rendszer. Na, most reméljük működni fog. Azért mondom, hogy reméljük, mert néha bevágosodik, és akkor vagy benn vagyok egy kockába, vagy itt maradok, vagy kilök ide oldalra. Szóval most reméljük jó lesz. Na, megnyom a gombot. És fölvitt tökéletesen. Rendben. Akkor ezt most gyorsan meg is ejtem azt, hogy lebontom, hogy lássátok. Hát itt nem tudom, le kell lebontani. Á, lebontom azért. Ugye ennek a lényege a másik oldalt van. Itt. Ilyen böszmenes szerkezet ez. Bár ezt gondolom meg lehet oldani kisebb, vagy kompaktabb dizájnnal is, viszont hát én így tudtam sajnos. Oké. Ugye az időzítéseken múlik főként. Gyorsan berakok egy levert, nem, buttont, hogy lássuk, hogy hogy működik. Redstone. Oké. És akkor... Na, most ebből gondolom nem láthatok sokat, úgyhogy itt is kibontam ezeket. Jó. Oké, ez megvolna. Most már talán többet láttok. Látjátok, hogy ugye először ez a piszton tol föl minket, majd ez betol ennek a tetejére, majd ez tol föl és ez tol be ennek a tetejére, ez föl tol, ez betol ennek a tetejére, ez pedig előre tol és itt kötünk ki. Jó. Ugye az a lelke, hogy 4-10 másodperces késletetés van a előre toló piszton és a föl toló piszton között. Megmutatom újra a működését. Úgy. És tökéletesen föl is visz. Még egyszer innét, remélem jó lesz. És tökéletesen vissza is húzódik. Na hát, ennyit akartam mutatni.